Kolostor 14 éves korában ismerkedett meg a harsonával, amikor bátyja unszolására, aki akkor már a fúvósok dobosa volt, ellátogatott egy zenekari próbára. Kezdetben egy billentyűs harsonán fújt, mellyel az otthoni gyakorlások során kezdett ismerkedni. Hamarosan azonban kötelezővé vált az iskolai képzés, és ennek köszönhetően 6 évet töltötte a zeneiskola falai között. Megtanult tolóharsonázni is, és 3 hónap múlva már a Bódi László által vezetett kamarazenekarban is játszott. A hangszeres tanulás gyarapítása közben emelt szinten végzett az Acsádi Szakképzőiskolában gépszerelő géplakatosként, majd a Tür gimnáziumban érettségizett. Katona idejét is a zenélés határozta meg, 2 évet töltött a székesfehérvári Honvéd zenekarban harsonásként. A leszerelés után Pápán folytatta a zenélést. 8 karnagyot ismert meg, mióta a fúvószenét választotta, és fontosnak tartja azóta is, hogy olyan vezető álljon a zenészek élén, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Saját szavaival élve, ha egy karnagy azt mondja, ezt kell fújni, akkor nincs vita, hiába borsózik tőle az ember háta. A zenekari próbákon, fellépéseken szívesen segít a fiatalabb zenészeknek a beilleszkedésben, a darabok tanulásában. Szereti a munkát, a szórakozást, de a munkában nem ismer pardont. 2006-ban Prokultúra díszoklevélben részesült. Az elismerések sorát most szeretném kibővíteni Pápaváros fúvós zenekarának örökös tagja kitüntetésével. Gratulálom! Pápaváros Bárdos Lajos vegyes kara. Köszönöm szépen, hogy tiszteletbeli tagdíjba részesült.